Régóta dédelgetett álom volt, nem tagadom. De igazából az év, ugye, mint tudjuk, a Marba azért ugye elég felemásra sikerült, lesz verseny, nem lesz verseny, főleg a nyugati régióban. Ezért igazából azt gondoltuk, hogy akkor lépjünk egy kicsit följebb és tanuljunk megint újból, mert ugye ez nekünk most megint új, de egyben régi, hiszen nagyon régen mentünk első osztályba, de ez a meleg, ez most azért így kemény. Illetve hát volt egy őzikénk is az előző gyorsan, úgyhogy azt majdnem sikerült eltalálni. Abból már tavaly volt egy, úgyhogy azt most nem szeretnénk még egyszer, meglátjuk.
Második gyorsan kicsit rosszul is lettem, úgyhogy az a saját hibámból meg kevés vizet fogyasztottam. Ott úgy volt, hogy majdnem, hogy kiállunk és nem megyünk tovább, aztán utána bejöttünk a szervizbe és azt mondtam, hogy ha ott jó leszek és utána rendbe tudom magamat rakni, akkor megyünk tovább és megnézzük. Sikerült. És hát most itt a célba, most is szembesültünk azzal, hogy eddig harmadiknak hittük magunkat, de végül is második, úgyhogy azt hiszem ez egy jó visszatérés volt, és hát Budapest Rally majd folytatjuk tovább, remélem. Régi pályák voltak, főleg ugye nyárás volt 75 és Kisfaszarén, azon mentem még annó első osztályba. A vasos zobákon nem mentem, az egy picit nekem újdonság volt, de egyébként az is tetszett. A meleggel lehetett a legnagyobbat küzdeni igazából, tehát az volt a legnehezebb feladat.